neki is fognék az előadásomnak, aminek az a címe, hogy klinikai tapasztalatok a vegán étrenddel. A növényi alapú étkezésről beszéltünk, a vegán az ilyen köznépi megfogalmazása ugyanennek a témának. Én körülbelül 38-39 éve vagyok vegetárius, és 5 év óta nem eszem tejterméket sem, sőt, glutént sem fogyasztok, vagy nagyon ritkán és nagyon keveset. És ezt azért teszem, mert nagyon sok betegemet így kezelek. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a betegeim döntő többségének valamilyen vegán diétát felszoktam írni terápiás javaslatként, és hát persze az a kérdés, hogy mennyien alkalmazzák, vagy végzik ezt el, nem örök életű előírásokról van szó általában, hanem egy pár hónapos diétáról. És hát biztos vagyok benne, hogy az, hogy viszonylag nagy számban megcsinálják ezeket az étrendi előírásaimat, annak abban biztos, hogy szerepe van annak, hogy én magam is ugye így élek, és tudok konkrét kérdéseket megválaszolni. És akkor ennek kapcsán írtam fel, ugye, hogy mik a kilátások, hogyha valaki vegán étrendet akar átadni másoknak, akár dietetikusként, akár orvosként. Azt gondolom, hogy elég nehéz, hogyha ő maga nem áll közel ehhez. A dohányzó orvos is elég nehezen tud valakit leszoktatni a dohányzásról, és szerintem az, aki húst fogyaszt, vagy meg van győződve arról, hogy húsfogyasztásra szüksége van, az is elég nehezen tud egy olyan diétát előírni, ami nem tartalmaz húst. Ez csak egy szubjektív megjegyzés, mert nyilván lehet arról beszélni, hogy a kiegyensúlyozott a táplálkozás és kinek mi a megfelelő étrendje, de hogyha terápiás lehetőségeket keresünk, akkor mindig valahol nagyon erősen meg kell húzni a határokat, hogy mi az, amit még ehet és mi az, amit már nem ehet az illető. És azt én látom, hogy a határ, hogyha ott húzza meg az ember, hogy nyugodtan fogyasszon annyi húst, amennyi ő neki optimális, és tegyen azért sok zöldséget bele és sok gyümölcsöt, akkor nem ez semmilyen diéta és javulás. Én nekem ez a dolog így válik be, hogyha azt mondom, hogy vegán étrendről van szó, és azt kell betartani, akkor sem fogja mindenki betartani, meg a többség nem, akkor is lesznek mindig kivételnapok, meg kivételétkezések, meg ilyen alkalom, meg olyan alkalom, de mégiscsak sokkal közelebb kerülünk ahhoz a diétás elvhez, amit szerettem volna elérni a betegemnél. A vegán ugye az, aki csak növényi alapanyagokból eszik, fele részben ez ugye keményítőmentes zöldség, gyümölcs, gomba, magvak, és hát egy 25% gabona és burgonya, tehát szénhidrát tartalmú élelmiszer, és 25% növényi fehérje. A növényi alapú az én fogalmaim szerint közelít a vegánhoz, tehát nem feltétlenül teljesen 100%-ban növényi. És ez tulajdonképpen a korszerű szemlélete az Egyesült Államokban is, ahol elég nagy kultúrája van most már ennek a vegán étkezésnek. Nem azt mondják, hogy mindenki legyen vegán, hanem azt mondják, hogy minél közelebb legyen a vegán étrendhez. És ugye az előző előadásokban is azt hallottuk, hogy tulajdonképpen minden szakember az általa ismert irodalom alapján azt állítja, hogy minél közelebb vagyunk ehhez a növényi étrendhez, annál több a jó hatása ennek a növényi étrendnek. Tehát ha valaki 60-70-80-90%-ban fogyaszt olyan élelmiszert, ami csak növényi, akkor az ennek arányában egyre közelebb van a növényi étrend jó hatásához. A maradék 10-20%, 30-40% sem feltétlenül hús kell legyen, hanem ugye lehet tejtermék, tojás, cukrozott, stb.
ami szintén elrontja ennek a vegán vagy növény alapú étrendnek a jó hatását. Tehát ugye nagyon sokan jönnek hozzám páciensként olyanok, akik azt mondják, hogy ők vegetáriusok már hosszú évek óta, mégis abban a pillanatban, amikor bevezettünk egy vegán étrendet, akkor megszűnnek a dühadásai, vagy eltűnnek a akut problémái, mert az már egy jelentős változás, hogyha például a tejterméket valaki elhagyja. Ma már én úgy gondolom, úgy látom az irodalom alapján, hogy az nem vita tárgya, hogy a vegán módon étkező minden szükséges tápanyagot megkap. Aki ezt nem tudja, vagy vitatja, annak én csak azt tudom javasolni, hogy járjon utána. Érdemes olvasgatni azokat az irodalmakat is, amiket itt az előadásokban hallottak, vagy más nyomon elindulni, de mindenképpen én úgy gondolom, hogy egy jelentős forradalomban, az orvosi szakirodalomban, és egyértelműnek látszik az, hogy a növény alapú táplálkozás az minden szükséges tápanyaggal ellátja az embert. Így például ugye a protein témakörről van olyan publikáció, amely leírja, hogy minden biztosítható növényekből, vagy például a vas ugyancsak biztosítható, sőt azt írják le, hogy a vegetárius annak ellenére, hogy kevésbé hasznosuló vasat vesz fel a növényekből, mégis jobb a vas szintje a vegetáriusoknak, mint a nem vegetáriusoknak. Tehát ez egy téveszme volt, vagy egy rossz anekdóta, hogy a vegetárius az majd vas hiányos lesz. Én leginkább abban látom az okát ennek, hogy a vas felszívódásához és hasznosulásához növényi anyagok is szükségesek, olyan antioxidánsok és olyan ásványok, amelyek leginkább a növényi táplálkozás mellett biztosíthatók, és nem pedig a vegyes étrend mellett. Vagy ugyanígy a B12 vitamin, ugye, amiről szintén bizonyított most már, hogy egyáltalán nem gyakoribb a vegetáriusok körében a B12 hiány, és hát tudjuk, hogy hallottuk itt az előadásokban a Barnóc professzor asszonytól is, hogy a B12-t ugye baktériumok állítják elő. Azok a baktériumok, amelyek a normál baktérium flórában fordulnak elő, és nem pedig abban, ami a vegyes táplálkozás mellett kóros módon kialakul. Éppen ezért a hiánya az nem igényel többször kezelést, mint a vegyes táplálkozás melletti hiány. De hát azt ugye ilyenkor mindig tudni kell, hogy egy vegánnak az étkezése se feltétlenül teljes értékű, minden nem biztosít a ételt, mint ahogyan egy szokvány mindennapi commerce, vagy mediterrán, vagy akármilyen európai koszt mellett étkezőnek sincs meg minden esőt, igazából az hiányosabb. Tehát ha lemegyünk egy menzára, vagy akárhol bármilyen étterembe, amiket összetud az ember válogatni, az általában hiányosabb, mint hogyha valaki egy ilyen komplex, holisztikus módon összeállított vegán étrend szerint étkezik, mert ő nagyobb mértékben odafigyel a változatosságra, amiről szintén szó volt a mai előadások során már. Kálcium, ugye ez is évtizedes tévhit, hogy csak a tejjel biztosítható a kálcium forrás. Olajos magok, mák, gabonák, mustár és egyéb növényi anyagok nagy mennyiségben tartalmaznak kálciumot, és ugye azt is tudjuk, hogy a kálcium az nem feltétlenül a mennyiséggel arányosan kerül be a csontokba, hanem azzal a közeggel arányosan, ami kialakul a megfelelő vagy nem megfelelő táplálkozás következtében. Tehát, hogyha valaki egy gyulladás képző anyagokkal telített anyagcserével rendelkezik, vagy a különböző pH pufferek teljesen le vannak foglalva azzal, hogy kiegyensúlyozzák a pH változásokat, amelyeket az étrendjével előidéz, akkor az ő szervezetében hiába van meg a megfelelő mennyiségű kálcium, az ki áramlik a csontból, és ugyanúgy kialakul az oszteoporózis például. Tehát azt tudom mondani, hogy a vegán étrend az nem csupán megelőzés, nem csupán prevenció, hanem gyógyít is. Én ezt évek óta használom a praxisomban,
mert tudom, hogy csökkenti a gyulladást, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a vérzsír értéket, a vércukorszintet, csökkenti a gyógyszerfüggőséget, javítja a flórát és tonizálja az emésztőrendszert. Elsősorban ezeket a hatásokat használom nap, mint nap, akkor, amikor valakit vegán étrendre állítok. Az USA-ban már nem az a megbeszélés tárgya, hogy a vegán jó-e vagy sem, hanem hogy hogyan lehet hatékonyan megtanítani orvosoknak, pácienseik növényi alapú táplálkozására, nevelésének módszertanát. És ugye ez a Nemzeti Egészségintézet a USA-ban, ennek van egy szájtja, ahol a legfontosabb irányelveket, módszertani anyagokat leközlik, illetve irodalmi összefoglalókat, és ott fönt van egy ilyen anyag már, hogy hogyan kell az orvosokat megtanítani arra, hogy hogy tanítsák meg a vegán étrendet a betegeiknek. Aztán egy picit néhány szót arról, hogy milyen paradigma mentén dolgozom. Ugye elsősorban én belgyógyász vagyok, mindenféle betegséggel jönnek hozzám páciensek, és a diagnosztikai oldalon nyilván mindent próbálok megtenni, ugyanúgy, mint ahogy egy bármilyen belgyógyászati rendelőben ez megtörténik. Én is végzek ultrahangot, EKG-t csinálok és laborokat értékelek, de terápiás oldalon megpróbálok mindent a természetes módszerekkel használni, természetes módszereket. Nem elsősorban a gyógyszereket használom, tehát egy magas vérnyomásos hozzám bejön, akkor elsősorban nem a gyógyszeres beállításban gondolkodom, hanem hogy aznap kezdjen el egy diétát, mégpedig egy növény alapú diétát, és ez a növény alapú diéta megnézzük, hogy milyen mértékben szabályozza a vérnyomását. Természetesen nem egy magas vérnyomásos krízisről van szó, mert azt nyilván ellátom gyógyszeresen, ahogy kell, de egy emelkedett vérnyomás esetén néhány nap alatt lehet eredményt elérni már a diétával. Tehát a diéta az egy kiemelt fontosságú a programban, ehhez jön még a mozgás, a személyiség, pszichés háttérnek a befolyásolása, a mikrobiótának a kezelése, amiben hát azért már nem csak a baktériumok, hanem a vírusok, gombák, paraziták is beletartoznak, és ezek ugye egymásra hatással vannak. Amíg a szervezet képes maga rendbe hozni valamit, addig azt kell támogatni, ez az én véleményem, és csak a maradékra, amikor már nem képes a szervezet, mert egy idő után eljut oda, a gyulladások eljutnak oda, hogy a szervezet már kimerül egy-egy fronton, és ott létrejönnek hegszövetek, létrejönnek elfáradt szövetek, amelyek már nem képesek megfelelő funkciót ellátni. Mondjuk jó példa erre, hogyha a pajzsmirigyet nézzük, ugye nagyon sok pajzsmirigy beteg van, és egyre több van. Miért van egyre több pajzsmirigy beteg? Mert kialakul egy gyulladás a pajzsmirigyben látensen, ami elpusztítja a pajzsmirigy szövetet, és ez az elpusztult pajzsmirigy szövet, ez egy heges szövet lesz, amit ugye az ultrahangvizsgálatoknál göpökként diagnosztizálunk, amikor megvizsgáljuk a pajzsmirigyét ultrahanggal, illetve szintigráfián is az látszik, hogy nem funkcionál az a terület. Illetve vannak, akiknek meg előfordul olyan, hogy ez a folyamat, ez egyszer csak ilyen nem befolyásolható gyulladásban megy át, és akkor kialakul az úgynevezett autoimmun Hashimoto tiroiditis. Most ezeknek a végeredménye vagy az, hogy megy folyamatosan egy ilyen akut gyulladás, ami pusztítja a pajzsmirigy szövetet, és egyre több pajzsmirigy hormonra van szüksége, vagy pedig az, hogy elpusztul illetve az, hogy folyamatosan egy gyulladás van, ami autoimmun folyamatként befolyásolható csak. Ugye majd arról is beszélek, hogy a diétával ezt is befolyásolni tudjuk, de itt szóba jön az, hogy gyógyszerekre van szükség ahhoz, hogy ez megállítható legyen. Tehát amikor már nem képes a szervezet önmaga valamit rendbehozni, akkor mindenképpen gyógyszer kell, vagy pótolni kell, vagy szabályozni kell, vagy valami módon támogatni kell a szervezetnek az egyensúlyát. Szerint módszereket, természetes gyógynódokat is alkalmazok, nem csak a életmódnak az elemeit, és az én véleményem az is, hogy az empíria nem kevesebb érték, mint az evidencia.
ugye nagyon mai orvostudomány az nagyon a gyógyszeriparnak a metodikájára áll be, azzal, hogy minden egyes hatalmegott evidencia szinten próbál bizonyítani, de hát az emberi szervezet az nagyon sok olyan funkcióval és érdekességgel rendelkezik, amelyre még nincsenek evidenciák, viszont évezredes történelmünkben rengeteg empirikus adat van, ugye a régi orvostudományi ismeretekből nagyon sok ötletet lehet meríteni. El szoktam mondani azt a példát, hogy amíg egy népgyógyászati ismeretből minden tizedik növényből, amit Mari néni, Jani bácsi használt, lesz egy gyógyszer, hogyha azt kutatják, addig a kémiai anyagok véletlenszerű felmérése csak minden 30 ezredikből ad valamilyen eredményt. Tehát nagyon nagy jelentősége van azoknak az ismereteknek is, amit az orvos történet, illetve a hagyományos gyógyászat jelent. És akkor ebből tevődik össze, ugye leginkább ez a lifestyle medicine, tehát ez az életmód medicina, aminek a fő elemei, hogy felméri az ember, hogy mit is, mennyit eszik az illető. Dohányzik-e, van-e más függősége, mennyit mozog, hogy menedzseli a stressz faktorait, mennyire hagyja, hogy a környezeti mérgek hassanak a szervezetére, és hogyan gondolkodik, különösen az élet prioritásairól, mert nyilvánvalóan, hogyha ő neki az a prioritása, hogy mondjuk valami teljesen életidegen helyen, egy kabinban számítógép előtt üljön, akkor nehéz őt meggyőzni arról, hogy a szabad levegőre mekkora szüksége van. Vagy mondjuk, hogyha arra rendezkedett, mert sok ilyen betegen is van. Van hentes betegen, van gazdálkodó betegen, aki állattartással foglalkozik, és ezeket is valahogy rá kell venni az egészségesebb életre. Úgyhogy ez nagyon nagy fejtörés, meg szempont, hogy akkor hogy is tudja az ember úgy átalakítani fokozatosan az életét, hogy mégiscsak meggyógyuljon, mert meggyőződésem, hogy anélkül az életmódját átalakítani, nem fog tudni előre jutni. Fejlett országokban az első orvosi megjelenés 60-70%-a életmód jellegű probléma miatt történik, vagyis egyébként javítható, megelőzhető betegséggel. Na most milyen diétákat alkalmazok? Ugye a legradikálisabbak azok az úgynevezett bőrkúrák. Ez azt jelenti, hogy az ember csak iszik. Nem eszik, hanem iszik folyadékokat. Ugye például a Bohinger lévőt az nem null diéta, hanem abban van 400-600 kalória tartalmú folyadék. Levesek, frissen préselt levek, teák, egy kevés méz, gabona, tej és így tovább. Tehát folyadékról van szó, de mégiscsak nagy jelentősége van annak, hogy ennyire alacsony kalóriatartalom van, illetve hogy az emésztőrendszerben nem pont ugyanazok a folyamatok zajlódnak, mint az evés során. Tehát a rágással kezdünk, ugye, hogyha eszünk, folyadékfogyasztásnál ez a rágás kimarad, és ez bizonyos emésztőnedvek termelődését eleve kihagyja, és így a vizsgálatok szerint az emésztőrendszer mint egy kiválasztott felület nagyobb mértékben jön szóba, tehát a szervezet nagyobb mértékben tud méregtelenítetni, kiválasztani. Bocsánat. Aztán a Mayer diéta egy hasonló, az is egy légkúra, vízbőjtöt is néha csinálunk, de csak rövid ideig, leveskúrákat gyakrabban, tehát ezek inkább folyadék tartalmú étrendek. A krumpli diéta, az krumpli zöldségeket jelent, tehát mondjuk a vegán étrendnél is egy kicsit szigorúbb, mert nincsen benne gabona. Általában bevezetésként szoktam más diétákhoz. A gyümölcskúra lehet egy szintén egy olyan étrend, amire átmenetileg szükség lehet. Nyers étrend, tehát minden, ami saláta és minden, ami gyümölcs. Rizs, ananász diéta, stb. Tehát fokozataiban így jutunk el aztán a vegán étrendhez, vagy a vegán gluténmentes étrendhez, ahol növényi anyagok vannak, szokvány pékáról és tésztafélékkel együtt vagy anélkül. Aztán van olyan, hogy valaki fruktózra érzékenyebb, és akkor gyümölcsmentes vegán étrendet, vagy szénhidrát csökkentett vegán étrendet csinálunk, ami azt jelenti, hogy a gluténmentes gabonákból is csak keveset és meghatározott mennyiséget. Aztán van ugye a vegetárius étrend, aki hát tejterméket,
tojást is fogyaszthat. Aztán van ez a szemivegetárius, aki nagy lelkesen kijelenti, általában úgy jönnek, hogy vegetárius, de alatt azt azért időnként eszik. Meg néha egy kis csirkét, és akkor így lassanként kiderül. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy általában mindenki nagyon meg van győződve, ahhoz kapcsolódnék, hogy nincsen univerzális táplálkozás ajánlás, hogy én azt látom, hogy bárki kikérdezek a étrendjéről, akkor mindenki azt mondja, hogy ő egészségesen táplálkozik. Tehát, hogy ebbe elég nagy meggyőző erőbe kell rendelkezni az embernek, hogy előbbre jusson, hogy valamit azon azért még mindig lehet tökéletesíteni, hiába annyira jó az étrendje. És akkor persze van ez a vegyes húst is tartalmazó reform étrend, amiben hát azért szintén az ember próbál beiktatni mindenféle növényi anyagokat, és minél közelebb ehhez a 100%-os növény alapú étrendhez. Hát és akkor ez egyénre szokott, ugye erről is szó volt már, nyilvánvalóan, hogy neki nem ugyanazt a vegán étrendet kell fölírni, mint neki, de a meggyőződésem, hogy neki is rendben van a vegán étrend, csak azt nagyon okosan és tervezetten kell összeállítani számára. Egyébként nagyon sok olyan betegem van, aki kóros soványság miatt kezdi el ezeket a vegán étrendeket, és azt látom, valószínűleg azért, mert a bélflórája egy idő után rendeződik, ahhoz képest, amilyen előtte volt, hogy abból a vegán étrendből is súlygyarapodás jön létre. Tehát nem csak attól függ, hogy mennyi kalóriát viszünk be, meg mennyi fehérjét, hanem meg mennyi zsíradékot, hanem nagyon sok más tényező van, ami befolyásolja a testsúly kialakulását. És hát ugye tudjuk most már, hogy a baktériumflóra is befolyásolja, tehát ez a mikrobióta, ami van olyan betegem, akinek már csinálnak ilyen sziklet transplantációt, és lehet tudni, hogy például szívritmus zavara volt az illetőnek, és akkor a transplantáció után kialakult neki is a szívritmus zavara, vagy olyan is van, akinek depressziója volt, és akkor neki is kialakul, de ugyanígy családban egymás megfertőzik, és akkor a túlsúly, vagy az alacsony súly ugyanígy kialakulhat, attól függően, hogy milyen a bélflóra összetételük. Na most egy kis számolásokat végeztem, 2016-os évet néztem át, és akkor azt találtam, hogy egy éven belül, tehát mai napig 37%-a tért vissza a pácienseimnek. Most nyilván, hogyha ezt hosszabb távon néznénk, akkor körülbelül 50% az, aki, meg hát azokat néznénk, hogy nagyon sokan úgy jönnek vissza aztán 4-5 év múlva, hogy ja, hát amúgykor persze, hát akkor kialakult, meg rendben jöttem, meg hasonló, de hát annyi dolgom volt, és nem jöttem vissza. Tehát, hogy nem tudom igazából, hogy privát praxisról van szó, nyilván az is számít, hogy fizetni kell a kontrollvizsgálatért is, tehát nem tudja az ember mindig követni azt, hogy mi történik. Minden esetre van 11% azok közül, akik visszatérnek, akik 5-nél többször visszatérnek, aztán 5-ször az 8% volt 2016-ban, 44% az 2-5 alkalommal visszatért, és 37% pedig egy alkalommal. Ebben nem tudtam számolni azt, hogy a kezelésekre mennyiszer jöttek vissza, mert az még pluszban van, mert azt nem jegyzeteltem így a dekózusban, az máshol számoltak, és azt nem tudtam így összegezni. Minden esetre az látszik, hogy a betegeinknek körülbelül fele azért visszatér, és ez azt jelenti, hogy évente mondjuk azért több száz vegán étrendet valamilyen időtartamig végző páciens fordul meg nálam. Vagy ráveszek arra, hogy vegán étrendet éljen. Javulni tud ugye a vegán étrend hatására bizonyos általános tünetek, amelyeket a mai orvoslás hát sajnos nem túl jól kezel, hiszen megvannak a protokollok egy-egy betegség csoportnál, mondjuk egy emésztőrendszeri zavarnál, hogy miket kell megvizsgálni, gasztroenterológushoz elmegy, különböző laborértékeket megnézünk, ultrahangot nézzük, és hogyha az mind negatív, akkor elküldjük haza. Lehet, hogy továbbra is puffad, meg hasi görcsei vannak, meg mindenféle közérzetzavarai, de ezzel a réteggel a mai orvostudomány, vagy a mai egészségügy ugye nem foglalkozik.
Aztán vannak a betegségek, ahol ténylegesen diagnózis van, és kezelik, és nem érnek el elég eredményt, annélkül a program nélkül, amit én végzek, aztán, és akkor azért jönnek el valószínűleg, aztán laborértékek lehetnek kórosak, és amiatt végzünk programot, teljesítő képessége csökken, illetve van egy olyan réteg, amelyet úgynevezett preklinikai vizsgáló módszerekkel vizsgálva azt mondom, hogy ennek az állapotnak a tendenciája nem jó, lehet, hogy most nincs semmi baj, de hogyha ez így folytatódik, akkor rövid időn belül, vagy valamennyi időn belül kialakulnak problémák, és ezt ugye lehet követni, szintén lehet kontrollálni. Ennek vannak fizikális része és műszeres része. Na, ezt egy kicsikét nézzük részletesebben, tehát ugye az általános panaszok szervi eltérés nélkül, hát ilyenek, hogy fáradékonyság, alvászavar, nyelészavar, kézremegés, haspuffadás, hasi fájdalmak, hasformájának változása, székrekedés, hasmenés, reggeli garacsorgás, feladékozás, zsibbadás, fűzugás, pattanások, ízületi fájdalmak. Ugye ízületi fájdalom, de még nem az a betegség, hogy mondjuk a reumatológia ezzel foglalkozna. Izzadékonyság, aztán fejfájás, hálinges szédülés, végtag zsibbadás, kruppos rohamok, menstruációs zavarok, kiütések, csalán, gyors szívműködés, sarokfájdalom. Tehát kialakulnak olyan tünetek, amelyek nap mint nap zavarják az illetőt, de nem tud rá semmilyen megoldást, mert nem gyanítja azt, hogy az étkezésével például komoly összefüggésben van az, ami vele történik. És nekem az a tapasztalatom, hogy ezek kivétel nélkül képesek javulni az étrendváltoztatással. Az étrendváltoztatás pedig, ahogy mondtam, irány a vegánra. Tehát minél közelebb ahhoz. Sok múlik azon, hogy ő milyen paszban van, mennyi ideje zavarják ezek a tünetek, mert akkor nagyobb fogékonysága van, hogy neki fogjon valamilyen általam javasolt diétának. Minden esetre ezek a tünetek nagyon szépen javíthatók. Aztán ugye vannak a betegségek. Nagyon sok a Hashimoto, illetve különböző más pajzsmirigy betegség. De itt most konkrétan csak azokat írtam ki, akik 2016-ban ebből a merítésből, akit átnéztem korlapokat, abból előfordult. Kardiális gyengeség, vérnyomás, cukorbetegség. Például egy néni, aki ebben az időszakban hozzám járt, ő rendkívül fulladt már, magas, befolyásolhatatlan, gyógyszerekkel befolyásolhatatlan vérnyomás értékei voltak, és hát a cukorbetegségét pedig ott volt, hogy inzulinnal kell kezelni, mert a szájon keresztül szedettek már nem elegendőek. Most egy ilyen, hogyha elkezdi a vegán étrendet, illetve hát én általában úgy szoktam, hogy először egy lévőkúrát kezd, majd utána folytatja a vegán étrenddel, akkor ez bizony nagyon szép, óriási változáson megy keresztül. Tehát nyilván kisebb lesz neki utána is a toleranciája, sokkal könnyebben sérül ebbe az irányba, hogy úgy mondjam, tehát kisebb hibák, azok könnyebben kizökkentik az egyensúlyból, nem úgy, mint egy egészséges embert, aki akkor alakítja ki a megfelelő étrendet, de el tud érni egy stabil helyzetet, és lehet, hogy még gyógyszerre sincs szüksége, tehát a gyógyszer is leállítható, akkor, hogyha a megfelelő vegán étrendet el tudja fogadni mindennapi életstílusaként. Aztán ilyenek fordultak elő, hogy özofágusz ulceráció, malignitás, tehát a nyelőcső kimaródása, ami ugye refluxbetegség miatt jön, de aztán már az szövettani vizsgálatnál már kiderült, hogy ott malignitás is van. Na most például ez egy konkrétan egy néni, aki nagyon szépen javult, teljesen be volt ijedve, ugye, amikor hozzám jött, mert hogy akkor mindennel elrémisztették a kollégák, hogy most akkor nagy műtétnek hasonlók, és hát nem sokáig volt hajlandó csinálni a diétát, megcsinált valamennyi rövid lébőtöt, majd pedig elkezdte a vegán étrendet, és talán egy olyan két hónapig, ha csinált valamit. Majd utána elment kontrollra, megnézték újra neki a különbözőtát. Csövet újra vettek szövettani mintát, és teljesen negatív volt neki. Tehát ezek
azt mutatják, hogy nagyon gyorsan képes még egy kezdeti stádiumban lévő malignitás is esetleg visszafordulni. És hát azóta is rendkívül hálás időnként eljön, és akkor mimeli, hogy rövid időre megint csinál valami diétát, mert vannak neki kisebb panaszai, de azért olyan nagy változtatást nem tett az életében. Aztán endometriózis nagyon gyakori. Ez is ugye összefügg ezzel a gyulladásos hajlammal, nagyon szépen képes ez is redukálni, de ez már sajnos egy autoimmun folyamat, ahol már nem mindig van megoldás pusztán attól, hogy a diétáját megváltoztatja, más dolgokat is kell csinálnia. Allergiák, ugyanez vonatkozik erre is, a szénanát, a csalán, asztma, hát sajnos csak a vegán diétától ez már nem biztos, hogy tünetmentessé válik, vagy nagyon hosszú idő alatt. A migrén az nagyon szépen tud javulni, több ilyen migrénes betegem volt tavaly, és ezek rövid diétával nagyon radikálisan megváltoznak. Hát nyilván a testsúly az nagyon szépen tud csökkenni. Most milyen laborvizsgálati eredmények tudnak javulni? Ugye a gyulladásfaktorok legyenek azok az autoimmun folyamatra jellemző gyulladásfaktorok, vagy egyáltalán csak a gyulladásról árulkodók. Aztán a vérzsíranyag cserére vonatkozók, a cukoranyag cserére vonatkozó mérési eredmények, ezek szépen tudnak javulni a vegán étrend alatt. A tumormarker vizsgálati eredmények kicsit úgy működnek, mint a gyulladásfaktorok, hogyha nincs még kialakult nagy mennyiségű tumorszövet. Lehet, hogy már valami van, mikroszkópikus nagyságú vagy hasonló. Persze, hogyha tudunk róla, diagnosztizált tumora van, akkor is egy iránymutató, hogy éppen ezek lefelé vagy fölfelé mozognak, de mégis az már ugye egy másik stádium. Tehát az én meggyőződésem, hogy minden betegségnek van egy reverzibilis és visszafordítható szakasza, ami lehet, hogy rövidebb, lehet, hogy hosszabb. Az elején még a daganatok és az autoimmun betegségek is visszafordíthatók valamilyen stádiumig. Aztán a flóra tud változni, én a flórát azt meghatároztatom, Németországba küldöm ki vizsgálatra a baktérium összetételt, és hát ugye a leggyakoribb rossz eltérés, a rothasztoflóra kialakulása, a klosztridiumok, kóli, klebsziellák, hisztamin képző baktériumok túlszaporodása, és hát ennek megfelelően általában a savanyú flóra pedig lecsökken. Candida, tehát gomba túlszaporodás szintén. A széklet pH egy nagyon fontos jelzőrendszer lenne. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a sok gasztroenterológiai vizsgálatnak szinte alternatívája. Tudjuk azt közleményekből, majd mindjárt ezt megmutatom, hogy hosszú távú széklet pH emelkedés az nagyon rossz jel, az szinte előjelzése a vastagbéldaganatnak. Az alfa-1 antitrükszint szintén méretem, kalprotektint, ezek ilyen gyulladásfaktorok, meg a bérenyhességről árulkodó faktorok. A zonulin ugye arról, amit a Bordosz professzor asszony mesélt, amikor mutatta, letett a mikrofont és mutatta ezt a záródást. Ugye olasz kutatók kimutatták, hogy ez a zonulin nevű enzim, ennek szerepe van a záródásban. És ennek a kimutatása árulkodik arról, hogy van ez a lyukos bélszindróma, vagy nincsen. Akkor a pankrász elasztáz, epesavak, és hát az immunrendszer, a bél immunrendszeréről árulkodó szekretolikus IgA. Ezek tudnak változni, ezeket tudja az ember mérni a vegán étrend előtt és után, és lehet látni, hogy hogyan javul az illető ezekből a laborértékekből is. Ugye a flóráról sok szó esett már, gének számáról meg hasonló, Bardusz professzor asszonytól hallottunk már erről, úgyhogy ezt átugrom ezt a képet. Erről beszéltem az előbb, hogy a sziklet pH tartós emelkedése az a kolonkarcinoma kockázatát jelenti, és erről sok közlemény jelent meg. Elsősorban afrikai népcsoportokat vizsgáltak, és ugye ott nagy mennyiségű növényanyagot fogyasztottak, és hát teljesen más baktérium összetétele van az ilyen személynek, és ez másfajta pH-t jelent a bélben. Tehát beegyszerűsíteni úgy lehet, hogy sziklet pH, ha kisebb, mint 6,5, akkor ez növényi táplálkozástól tud csak kialakulni, és itt nincsen daganat. Sziklet pH 6,5 fölött van, akkor az állati termékeket is fogyasztó
vegyes táplálkozás melletti kialakult pH-nál daganat képződés esélye az megnövekszik. De aztán fizikális vizsgálatokat is, tehát mondtam ezt a preklinikai vizsgálatokat, hát én leggyakrabban ugye a hasformáját szoktam megtekinteni, ami hát tudjuk, hogy nem feltétlenül csak a zsírtól gyarapszik, vagy tágul, hanem attól, hogy a belek kitágulnak, és mégpedig a bélben lévő gyulladásos folyamatok miatt. Ugye először ez a normál bélfelfüggesztés, aztán, hogyha elkezdődnek a gyulladások benne, mert nem megfelelően táplálkozik, egy rossz flóra alakul ki, akkor olyan lesz, mint egy kertislag, amiben éppen folyik a víz. Majd, amikor ezek a gyulladások már lezajlottak, már nincs épszövet, ami még begyulladhatna, akkor ugye egy ilyen pegyhűt lógó bélszakasz alakul ki, nyilván teljesen más bélfunkciókkal és emésztő funkciókkal. És hát ennek a végeredménye a széklet állapota, amit szintén kikérdezek, vizsgálok, illetve hát ennek következtében aztán ez mindenhova kiterjed. Tehát a bőr, hajállapota, testsúlyunk változik. És aztán ami nem járt sikerrel a tavalyi évben, ugye volt például súlyos aplasztikus anémiás betegem, hát ő hiába fog megelmétrendre térni. Ő nála már látványos változás nem jelent, illetve nem tudom megítélni, hogy mennyit javult az állapota. Hát volt egy epeköves, akinek én diagnosztizáltam, hogy epeköve van, mert a vegán étrendtől inkább csak rosszabbul lett, és akkor útranga megnéztem, és ott voltak neki a kövei, aztán megnyitették, azóta se láttam. És akkor különböző súlyos, daganatos betegségeknél nyilván a vegán étrend, ahogy a hegyi professzor azt is mondta, nem főtétlenül hasznos mindig, vagy legalábbis nem úgy, hogy rögtön neki esni, és csak a növényi anyagokat, mert mint például németországi munkám során, amikor 90-ben kim voltam, akkor láttam több olyan daganatos beteget, aki tanács ellenére bőjtölt, és meghalt, és a patológián a veséjének, az vese csatornáknak az eldugaszolódását írták le a patológusok, amiből én arra következtetek, hogy igen, a bőtkúra az hasznos a daganat elpusztításában, csak éppen nem bírja a szervezetet. Tehát az a kiválasztott anyagok, a lebontott fehérje természeti anyagok, azok tönkre teszik az épp mélyébb szerveket. Tehát a következtetéseim, a növényi alapú étrend lehetőség a gyógyszerek csökkentésére, hatékonyabb kezelésre, különösen magas vérnyomás, kardiális gyengeség, cukorbetegség és különböző gyulladásos betegségek esetén, de a gyulladásos betegségeket én elég tág körnek értem. A növényi alapú étrend csökkenti a következő betegségek rizikóját, tehát az előző volt a gyógyítás, ez a prevenció, daganatok, szív-érrendszeri betegségek, krónikus gyulladásos betegségek, degeneratív betegségek, mint például az Alzheimer, ennek óriási félsze van most már a világban, ugye egyre több az Alzheimer-es beteg, és hát nagyon egyszerű dologról van szó. A gyulladás, ami a bélből indul, az ugyanúgy a idegrendszerben is megjelenik, és elpusztítja az épszöveteket. Kicsit olyasmi, mint a szklerózis multiplex, az is ide tartozik. Parkinson-kor szemész barát elmondta, hogy egyre több és egészen megdöbbentő mennyiségű a makula degeneráció, tehát egyszerűen elpusztul az a látóhártya a szem golyó fenekén, ami keresztül láthatnánk. És ez is azért, mert a gyulladások elpusztítják. Tehát minden összefügg azzal, hogy a bélben milyen minőségű a bélflóra, és milyen minőségű az ottani folyamatoknak az összessége. A szürkehályog ide tartozik, hát persze a túlsúly is. És akkor még annyit, hogy a növényi alapú étrend kívánatos a középkeztetésben és a gyógyításban, és erről Szabó Zoli is beszélt. Szükséges a vegánság helyett a 60-70-80-90%-os karrierbővítés, tehát nem csak arról beszélni, hogy valaki legyen 100%-ban vegán, mert ez inkább elriasztja az embereket, de ha azt mondjuk, hogy kerüljön ehhez minél közelebb, és legyen egy egyéni, az ő komfortzónájának megfelelő arány, akkor nagyon sok támogatója tud lenni, mert a szimpatizáns az nem feltétlenül a papja ennek a témának, de ugyanakkor nagyon sokat tud tenni az ilyenfajta arányal az egészségért.
és hát nagyon szükséges lenne az orvosok képzése ebben az irányban nyilván, és egyre több vegán orvos. Az jó lenne nekem is, mint konferencia szervezőnek, mert akkor tudnék még több érdekes előadót hívni, de hát sajnos kevesen vannak, akik szimpatizálnak legalább, vagy valamilyen szinten vegánsághoz közel étrendet folytatnak. Köszönöm szépen a figyelmet!